Mi ez a hullaház? Csókolom! Várjuk a műsort! Csókolom, melyik műsort tetszik várni? Önök kérték! Önök kérték? Na! Hölgyek, urak, üdvözlöm a kedves nézőket! Drága kollégáim! Tudom, hogy utáljátok, hogy ropogtatok közben. Hangmérnökök szeretik egyébként, mert itt a mikrofonon keresztül olyan isteni ropogtatni, hogy nem igaz. Ropogtassunk mi is. Na, nyugodtan ropogtassunk. Köszönöm szépen a meghívást, hogy itt lehetek. De mondjuk már a nézőknek, mert a nézők néznek bennünket, mert úgyis ott van a kamera szembe. Lehet oda integetni hazafele. Csá! Otthonra nyugalom. Devecser egy kicsit pihentesen, jó helyen vannak egyébként. Nagyon jó helyen vagyunk. Az összes pasi kint várja őket a teraszon. Na, szóval én úgy tudom, hogy a devecseri nyugdíjas... Őszifény nyugdíjas klub. Ez az őszifény, ez nem egy olyan kicsit olyan izé? Mi van? De mi? Ne! Őszifény! De mi van tavasszal? Akkor is jönni. Amint őszig vagyunk már, hátszám éven felüljárt vagyunk. Ja, de bárcsa, már majd menetlevél van írva őszig. Igen. Nem, az, amint őszig lények. Na, szóval... Összel is van fény. Az biztos, az van. Az a lényeg. Na, szóval itt vagyunk Egerbe, és sokakkal már találkoztam, nem először vagyunk itt. Igen, nem. Miért pont Eger? Most ez a lényeg, hogy fordult a kocka, mert engem meghívtak, hogy majd tőlem kérdeznek, mert most visszanyalt a fagylat. Na, szóval miért pont Eger? Azért, mert a Robert Csana. Hát ez én vagyok, én voltam a ludas, mert ugye én Egerből származom, így születtem, és hát akkor... Tényleg. Meg kell mutatni. És akkor meg kell, akkor járjuk körbe az országot. Ő volt a klubunk vezető. Ő volt a klubunk, igen. És hát lettem. De most figyelj, most keresztbe kérdezek, hogy lettél te 10 évesen egy nyugdíjas klubnak a vezetője? 10 évesen? Jó! Így szoktam hízelegni műsorba egyébként. De nem, sajnos már sokat taposok. Jó kérdés, nem tudom, megtaláltuk egymást. Maradjunk egy, megtaláltuk egymást. Én jöttem, ők ott voltak, és így összetaláltunk. Valamivel megfogtak téged szerintem. Isten is sütnek, de olyat, hogy mindenki megnyalja. Sütivásat is. Én is szeretem a sütit, de nekem volt egy nagyon jó, hogy is mondjam azt, hogy cimborám, sokáig egy asztalnál ültem vele, Pesten a Dózsa György úton. Na most képzeljék el, itt az asztal, és itt ül mellettem Markos Gyuri. Szerintük lehetett dolgozni normálisan? Nem. Egy ránéztem. Fogjuk a hasunkat. Elég volt a nézése. Na, szóval én azt mondom, hogy ő mondta azt, hogy mondom, iszol valamit? Azt mondja, miért? Mondom, addig se jár a szár. Azt mondja, nem, azt mondja, ennék valamit. És akkor volt az a óriási sztori, hogy semmi politika nincs benne, de megkérdezték, hogy Magyarország államformája. Azt mondja, rántott hús. Úgyhogy ez egy óriási sztori volt. Na, térjünk vissza egy kicsit, mert tőlem itt föltettek mindenféle kérdéseket, de én nem bírtam sorba rakni. Ki kérdezett először, illetve ki akar kérdezni először? Mondtam, hogy bármit lehet kérdezni, akármit lehet kérdezni. Azt is, hogy kell-e soha, mit tudom én, miben. Szerintem azt mi jobban tudjuk. Na hát, most én, hogyha a részletekre térnék, nem tudom, hogy a drága jó anyukád esetleg a borsólevesemet méltatta-e már irányodba, de ha nem, akkor majd kóstold meg. Megkérdezem. Na, állok elébe bárminek. Nem bárminek, mondjuk egy teherautó veszélyes lehet. Kinek mi a szakmája egyébként? Gondolom, hogy könyvelők, vagy tanácselnök, vagy... Baronő. Mindenféle. Szakad. Igen.
Túl közelül a sóval. Ott a könyvelő, ott a gyárlás. Nem voltak könyvelő. Nem. Jegyző. Azt elfelejtettem. Az jó, volt olyan jegyző, nem mondom a nevét, mert sokan ismerik, amikor én képviseleti funkcióban dolgoztam valahol, és én azt mondtam, hogy nem akarom folytatni tovább, fölállt a jegyző is, és eljött. Úgyhogy ő sem tud. Meg van is. Ugye? Nem mondjuk a nevét. Nem. Akkor itt tartunk, akkor vannak tehát van szakácsunk. Igen, van. A szakács mit szokott főzni? Pörköltet? Igen, arra pörköltet. Honnan jön a disznó? Az orrból. Hát de a disznó se úgy jön, hogy csak úgy oda megyünk hozzá, hogy gyere már velem, azt ott neked. Azzal ott valamit csinálni kell. Mi a háttörtő dolgozni? Már hallottam ám én valamit. Mit? Na. A nézők ide néznek, ide mellém. Igen. Ha szerkezetileg nézzük a kedves vendégeinket, kezdek félni. Mivel tetszik foglalkozni? Én fejőmester voltam. Mondtam, szilveszteri műsorba is beletesszük. Kaposváron végeztem el a fejőmesteri vizsgát a főiskolán. Állattenyésztésben dolgoztam, ugye? 26 évet húztam le az állattenyésztésbe, az Agrobosz Kft-nél. Köszönjük a reklámot, majd az Agrobosz támogatja mai műsorban. És eleinte a tejházzal kezdtem, tejházasként, nagyon modern tejház. Ó, de én egyből kérdeznék valamit. Igen. Ropogtassunk. Most síri csend van. Ki az Atya Úristen találta ki, hogy a tehénből hol jön a tej? Ki volt az, aki a tehén mögé legugolt, vagy elé, és ott elkezdett valamit csinálni, hogy abból tej jön? Nálunk hozzákas tejőállás volt. Jó, de most tudja, hogy a történet. De most? Mert nekem... Hozzákas tejőállás volt. Először alkalommal berendezésünk. De már nem az a lényeg, de már az ötlet, hogy van egy tején. Igen. Ki volt az, aki a világon először, amikor felfedezték, hogy abból tej jön? Nem jön. Mit keresett az ott a lába között? Éles volt. De most úgy komolyan kérdeztem. Éles, meg a csúlyás, ugyan. Hát ez ugyanolyan, mint volt egy nagyon jó ismerősöm, aki ilyen hogy is mondjam, plébánia szinten dolgozott, mert ne szóljatok kívülről, mert tudjátok, miről beszélek. Na szóval ilyen plébánia szinten dolgozott, és azt mondták, hogy szép és jó ez a Biblia meg egyebek. De amikor azt mondják, hogy Ádám és Éva, igen, meg az almafa. Igen, ki ültette az almafát? Na, olyan mélyre vissza kéne menni, hogy akkor sose tudjuk meg. Jó, ugyanígy vagyok a piramisokkal. Most pont néztem egy cikket. Igen. Piramitok. Hogy a piramisra, amikor építették, hány nap meg hány óra jutott, hogy egy követ be tudjanak tenni a helyét. Aztán a fele nem igaz. Hát most én láttam őket. Tehát ott én is láttam őket. De... Na, menjünk át most már lazábra. És Tevecser Magyarország melyik részén van? Veszprém megye. Dunától. Én ezt tudom, csak nem véletlen volt, mert van egy drága kolléganőm, aki hála Istennek nincs benne a képbe. Ő mindig bajba volt földrajzzal. De most a nézők megkérdezték, hogy Tevecser. Tehát Devecser, Dunántúl, Veszprém megye, ott a Balaton felvidéke. Na most ezt nem akartam, mert a Somlóhegyen van nekem egy Misi bácsi nevezetű hentes ismerősöm. Nem tudom, hogy ki mennyire ismeri. Bort is termelnek. Ő volt a somlói kilátónak az üzemeltetője, ahol én baromi sokat jártam egyébként. Tehát úgy, hogy... Meg nem mondom. Nem tudom, pincéje is van, és nagyon jó bort csinál, az biztos. Ő volt az a... Misi. Ja, Misi. Tudom, én is. Na. Ide egy emlegetjük, nagyon sokat jártunk oda, és így jött elő, mert ott nekem... Ő fölőre is figyel. Az, ott volt a Tojáshegy, meg a Nagycsomló. Tehát nekem ott az élmény volt fölmenni mindig kocsival, mert mindig kocsival mentünk föl. Úgyhogy azért képbe vagyok Devecserrel, hogy hol van.
Hogy? Igen, arról sajnos hallottunk, de erről ne beszéljünk inkább, mert az... Az ugye sokaknak, akik itt szétálgatunk, kérdezik, hogy honnan valók vagyunk, mondjuk Devecsel, hát mi az, hol van? Mondjuk Veszprém megye, ahol az iszap volt, és így mindjárt beugrik mindenki. Igen. Elég hogy ezt, hogy mindjárt. Mi a helyzet egyébként? Látszik még valami? Felfákon látszik. Mert az megint jó reggel, azért reggel a rádorvos terekszer. Igen. Természet. Már 14 éve lesz, ugye? Igen. Azért elég szépen reggel a október 4, igen. Azért az nagyon-nagyon kemény volt. Na, most már tök jó volt, eddig én beszéltem. Lehet kérdezni. De éjjel jött volna mindenkinek van. Hát igen. És éjjel nem járok arra. Na erről ne beszéljünk, mert ez nem jó dolog. Jó, a témát nem is. Hogy jutott eszébe, hogy rádiós lesz? Nekem ez, hogy jutott eszembe, ez baromi egyszerű volt. Annak idején középiskolába, Egerbe a gép és műszeripari, most már nem is tudom, micsoda a neve. Új neve van, és ebbe az iskolába jártam, és ott volt egy olyan lehetőség, hogy ilyen kis házi iskola rádió, meg iskola stúdió volt. Most az 1979-ben volt. Nem most volt. Nem. 79. szeptember 10 akárhanyadikát írtuk akkor. Egy hete jártunk suliba, és engem így betoltak, hogy jó a dumálókát csinálod? Nem csinálom, na így kezdődött. Hát igen, de hát ez most, hogyha azt mondom, hogy idén 45. éve, most nem mondhatom azt, hogy folyamatosan, mert nekem volt más dolog is az életemben, de a tévézés meg a rádiózás az így elválasztatotlan. Megkérdezném azt, hogy hallom, hogy szeret főzöcskézni, hogy milyen fajta bográcsozás szerete jobban, vagy tárcsázás, milyen kedvenc ételei vannak, ha már itt szóba kerültek a kedvenc ételek. Elmondom a mai menüt. Köszönöm. A mai menü volt zöldborsóleves, de azt rendes zöldborsóval, nem fagyasztott, nem konzerv, nem ilyen fejtett rendes zöldborsó, és lényegében nagyon jó kis házi tojás, sárga nokedlival beleszaggatva, baromi sok zöldség benne, úgyhogy ezt én így csípem, így van, és van egy másik még, hogy a petrezselymet nem szabad nagyon nagyra vágni benne, már az olyan, mint úszkálnának a falevelek. De ez volt a leves, másodiknak volt csirkepörkölt, de úgy csináltam, hogy én nem tettem rá tejfölt, meg mondjuk most a mai menüben ilyen bóti tészta volt, tehát az most nem házi volt. Én imádom a nokedlit szaggatni, házi nokedli, meg egyéb ilyen dolog. Szaggatós vagy deszkán? Deszkán és kanállal. Ezért. Tehát kanál. Köszönöm. Hát úgy mondom, a haluska, így van, mert van a nokedli, meg van a haluska. Nekünk haluskát kell csinálni. Meg van a haluska, ami sokkal nagyobb. Igen, azt meg a Szlovákiában. Én nagyobb. Köszönöm a választ. Kunyán dolgoztam, akkor ott mi ott szoktuk ölt. Jó, de akkor megkérdezem azt, hogy lehet 20 kg nokedlit 10 másodperc alatt kiszaggatni? Kézzel. 10 másodperc alatt. 20 kilót. 20 kiló lisztből, bezonyám, az azt jelenti, hogy durván 40 tojás. Na, be van keverve, minden. Hogy lehet 10 másodperc alatt kiszaggatni? De van. Aztán ilyen ügyes. Kollégám megmutatta. Nem akartam, mert 10 másodperc alatt 20 kiló noket. Nem. Semmi gép. Építkezett már mindenki. Igen. Tudják, hogy milyen ez a rosta? Na, ez a rosta nem az a kockás, hanem egy lemez van alatta, és ki van lyukatva. Nem akartam elinni. A nagy kondérba forrt a víz, fölé rakták ezt a keretet, beleöntötték, és akkor így megmosta a kezét, és így kettőt, hármat söpröt, benne volt a 20 kilónok. Mindegy itt szaggattuk el.
alatt rakott a tüzet, és így felálltunk a Stokerli vagy a Sámira, és így hát Stokerli vagy Hokedli? Igen, Sámli. Sámli. Stokerli és Sámli. Már hallottam olyat, hogy Sámli, Stokerli. A Sámli az a pici. A Sámli a kicsi. A Stokerli meg a Stokerli az a nagy. Hokedli meg a Stokerli. Az maga többen álljunk. És Stokerli meg a Igen. Aki figyeli. Értem én. Mi történt? Lejárt a 15. Hát akkor azt mondjuk, hogy fogunk és jövünk a második részre. Maradjanak velünk, integessünk oda nézőknek. Csá. Hamar lejárt. Csá.